Szóban, írásban és híres magyar költők bőrébe bújva is összemérték tudásukat hétvégén a Sárvári Kálmán Technikumba érkező diákok. Az EGRI intézmény adott otthont ugyanis a Suli Szervisz Pedagógiai Intézet országos szakképzőiskolai közismereti tanulmányi versenyének. Szent Gotthárdról érkeztem, és a felkészítő tanárom által készültem. Hát elég sokat készültem, inkább a szóbelire, mert nekem az volt fontosabb. De hát szerintem egész jó lett így, ahogy felkészültem. A döntőn az intézmény és a regionális fordulók legjobbjai adtak számot az iskolapadban megszerzett tudásukról. Három tantárcsoportot különítettek el. A résztvevőknek egyéniben a humán és reál tantárgyakhoz kapcsolódó feladatokkal kellett megbirkózniuk, a csapatoknak pedig közismereti témákban kellett helytállniuk. Több osztályban tanítok, és rátaláltunk azokra a versenyző gyerekekre, akik elindulhattak ezen a versenyen, és miután az iskolai fordulóról tovább jutottunk a regionálisra, egy kicsit jobban beleerősítettünk, és hát a megadott szakirodalomnak megfelelően készültünk fel. Ebben segített nekünk a Suli Szervíz, aki megadta, hogy mi várható magyarból, illetve történelemből, milyen korszakok lesznek, és hát a február 25-i megmérettetésen úgy látszik, hogy jól sikerült, és így kerültünk be ide az országos versenybe. A tanulmányi versenyt idén 17. alkalommal hirdette meg a Suli Szervisz Pedagógiai Intézet. A humán és a reál az egyéni versenyt 20-20 főt hívunk be az országos döntőre, a komplexben pedig 10 csapatot, a csapatok 3 főből állnak, tehát ott 30 diák vesz részt, tehát összesen 70 diák vesz részt a mai versenyen, tehát közel 50 kísérő tanár jelent meg a mai napon. Egyébként a versenyre közel 2000 diák nevezett, majdnem 100 iskola, 97 iskola, tehát azt jelenti, hogy akik ma ide eljutottak, azok már gyakorlatilag győztesek, hiszen nagyon nagy létszámú versenyző diákból kerültek ki a legjobbak. Humán kategóriában a győri Kálai Csaba bizonyult a legjobbnak, a reál tantárgyakban a szentesi Baksa Rihárd jeleskedett, a komplex versenyen pedig a Békés Csabai Szakképző Iskola növendékei győzedelmeskedtek.